korszerű infokommunikációs eszközök, megoldások, szolgáltatások használata ma már nélkülözhetetlen a vállalkozások versenyképességéhez, legyen szó bármelyik ágazatról. A digitális gazdaság fejlesztése érdekében a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közös programot indít. A modern vállalkozások programja hogyan illeszkedik a kormány infokommunikációs elképzelései körébe? Ez egy fontos stratégiai pillér számunkra, így tekintünk rá a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát, egy olyan partnernek tekintjük, amely az ország minden pontján jelen van, és a legkisebbtől a legnagyobb vállalkozásokig pontosan tudja a mindennapjaikat, hiszen részt vesz a napi életben, szervezi a vállalkozó életet. A kormány számára fontos, hogy a lakosság mellett, a közösségek, az intézmények mellett a vállalkozói világban is a digitális tudás és a digitális ismeret egyre elterjedtebb legyen. Ebben Magyarországon jelenleg én úgy látom, nagyon differenciáltak a vállalkozások. Vannak olyan vállalkozások, amelyek Európában is egy kimagasló színvonalat, egy nagyon-nagyon nagy elismertséget szereztek maguknak, és vannak olyan vállalkozások, amelyek hát nagyon le vannak maradva, ő rajtuk próbálunk leginkább segíteni, de az egész program az lehetőséget ad arra egyébként, hogy jó gyakorlatok találkozzanak az olyan szükséglettel, az olyan igényel, hogy valaki most szeretné igazából teljes fordulatszámra kapcsolni a digitális világhoz való kapcsolódását. A modern vállalkozások programjának a lényege az, hogy felhívja a kis és középvállalkozók figyelmét arra, hogy ma már hatékonyság, versenyképesség nem elképzelhető anélkül, hogy ne alkalmazzanak digitális technológiákat, a mai modern informatikai világnak a termékeit, eszközeit, szolgáltatásait. Ez a fő célja. A lebonyolítás valóban zömében a területi kamarákon keresztül történik, hiszen az MKIK-ba erre a célra alkalmazott infokommunikációs tanácsadók, akik a vállalatokkal a kapcsolatot tartják ebben az ügyben, azok a területi kamaráknál működnek, hiszen ez a program a közép-magyarországi régió kizárásával csak a vidéki megyékben működik, és a területi kamarák fogják szervezni azokat a megyei járási szintű rendezvényeket, amelyeken ennek a programnak a lehetőségeire a vállalkozók figyelmét felhívják. 27 tanácsadónk van az ország minden pontján. Nagyjából azt tudom mondani, hogy a megyei jogú városokban székelnek ezek a tanácsadók, azonban a megye bármely pontjára, hívásra ingyenesen kilátogatnak, és a helyzetfelmérést, az informatika helyzetfelmérést elvégzik az adott cégeknél. A tanácsadóink igyekeznek átfogó képet kapni a vállalkozások informatikai eszközökkel való ellátottságáról, és a felmérést követően egy javaslatot tesznek a fejlődési irányról, a fejlődési lehetőségekről, illetve források tekintetében is javaslatokat tesznek arról, hogy hogyan lehet vagy uniós, vagy más pályázati források keretében pénzügyi eszközöket szerezni ahhoz, hogy ezeket a javasolt fejlesztéseket meg is valósítsák. Néhány megyében, amely területileg vagy gazdaságilag erősebb, ott több vállalkozó van, ott a vállalkozások számából adódóan két tanácsadó látja el a megyei tanácsadói szerepkört. Így összesen 9 megyénkben van két tanácsadó. A következő másfél esztendőben azt szeretnénk, hogyha 3000 cég kapcsolódna ez a programhoz, az ország minden területéről. Ez egy nagyon fontos vállalás, hogy az ország minden pontjáról legyenek kapcsolódó vállalkozások. És hát én azt gondolom, hogy amiben a legnagyobb hiátus van, abban kell, hogy választ adjon ez a program. A vállalkozások egynegyedének, akinek egyébként szüksége lenne rá, nincsen honlapja, vagy gyakorlatilag használhatatlan. Én azt gondolom, hogy nagyon sok ismeretet, tudást szerezhetnek, és nagyon bízom benne, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának olyan tananyagai is megnyílnak nagyon sokak számára, ami egy vállalkozás mindennapi működéséhez szükséges. Az interaktív döntés előkészítő és támogató portálrendszer gyakorlatilag minden a projekt lebonyolításával kapcsolatos fontos információt tartalmazni fog, tehát hogy hol, mikor vannak ezek a rendezvények, mi az a szállítói oldalról, mi az a kínálati oldal, ami a kedvezményes voucher rendszeren keresztül igénybe vehető, tehát gyakorlatilag az összes olyan digitális technológiai termék, illetve szolgáltatás, amit az IKT tanácsadók kínálni tudnak, de ezen kívül számtalan szemléletformáló anyagot, illetve e-learning tananyagot fog tartalmazni, amelyhez így könnyen
minden megerőltetés nélkül hozzá tudnak jutni a vállalkozók, ha érdekli őket, ha erre a tanácsadó felhívja a figyelmet. Az országos nyitásra május 19-én kerül sor, ami hamarosan előttünk lesz. Az országos nyitás győri rendezvénynek talán a helyszíne egy kicsit szimbolikus, hiszen Magyarországnak Budapest mellett az egyik legjelentősebb ipari központja, legjobban az a térség húzza a gazdaságot, és nyilván szándékosan egy jó példát, egy jó térség példáját szeretnénk bemutatni, és nagyon reméljük, hogy az ország minden pontja fel tud zárkozni, csatlakozni tud a digitális világhoz.